Szóval, innen biztos egy csomó jó dolog van, viszont vajon a majom barátunkkal mi történt? Ez mi ez a hely? Legutóbb meg se néztem. Godric the Golden humiliated, having tasted defeat by the blade of Mikaela. Now on his knees begging for mercy. Ó, tehát Godric the Golden is elesett. Oh no! Hol volt a majom barátom? Ezek szerint ő nem marad itt onnantól fogva, hogy felfedjük a kilétét. Itt jártunk az előbb, és itt van egy egész terület felfedezetlenül hagyva, kastélyfalaink kívül. Még ide is jöhetnék, de erről nincsen mappom. Itt ez a tó, itt sárkány. Ezt bejelölöm magamnak. Halálfej. Ott sárkány van, az biztos, hogy ide fent mi van, lehet, hogy itt is egy sárkány van, ki tudja. Ó, ezt már tudnám használni? Elég erőm van már ahhoz, hogy ezt használjam. Ez a fegyverünk egy pöppet erősebb, viszont az a kérdésem, hogy... Ú, de nehéz! Hogy mi? Ja, ezzel így odaszívjuk magunkhoz az ellenségeket. Konkrétan egy kétkezes fegyvernek érződik, amit egy kézzel használok. Meglátogatjuk a barátomat. Még ezekből jó sok rúnát össze lehet farmolni minden egyes alkalommal, illetve gyors művelet. Aliho! Már megint ki lehet nyitni azt a... Nice of you to drop in finally. It's all a bit ad hoc, but I'm sure you'll find something. And welcome to Patches Emporium. Oh. You won't need a refund, because everything's top notch. Na, milyen cuccokat árul? Ó, banditákkal kapcsolatban? I had those bandits make a clean break. Now they're all suppliers. And good ones at that. I mean, they don't understand a word I'm saying. But it hardly matters. We have a natural connection. Aww. They're all foot soldiers. Survivors of a defeated army. Worked to the bone by their high and mighty lord. Only to be thrown out with the rubbish. It's the same old story everywhere I go. To hell with it all. Az a láda? Wondering what's inside. Bezony. Well, it's a... nothing too special. Kinyithatom? Something I'm saving as thanks for a very valuable customer. But then again, it would fetch some spectacular coin. And besides, this valuable customer could be a long time coming. Huh? Everything is give and take. Give and take. Na nézzük, milyen cuccokat árul. Cookbook. Egy ilyet már találtam. Egy ugyanilyen stone sword key-t. Tehát vannak ilyen szobrok, amiken a pecsétet feltörhetjük egy ilyennel. Ó, ezzel lehet invédelni más embernek a világát. Ó, nice. Azért a crafting receptek az egy jó dolog, hogyha van minél több, úgyhogy ebből bevásárolok. Úgy kinyitnám. De tuti megharagszik, hogyha kinyitom. Stingy little beggar. To find it in your heart next time, eh? És képes nekünk beszólni. Szóval szerint kinyitnám azt a ládát, de nem leszek szemét. Tudunk egy új charge-ot hozzáadni. Jaja, még több heal. Ja, már 6 darab healem lesz így. Azaz, Lake Northhoz akarok menni. Át akarok menni a hídon, hogy megnézzem, hogy ott mi van. What? Leégette rólam a lovomat? Az mi? De mi vagy, barátom? Ó, ez egy boss. Amúgy nagyon hasonló movesetje van a izéhoz. A barátunkhoz, akit megöltem. Wow! Nem lenne egyszerűbb torrent nélkül csinálni ezt? Tizennégyet sebeztem csak rá. Ahogy elnézem, nem egyszerűbb izé nélkül. Egyszerűbb torrenttel. Wow. Úris, ez egy az örökké valóság lesz. Azok a 70-es sebzések. No. Oh, hello. Annyira keveset sebzek rá. Oh. Ja, hogy ő ilyet is tud csinálni, hogy csak fogja és így. Ha, nincs lovad. Mert felöklel a valamiével, mert hogy az nem egy ló, az egészen biztos. Au! Nagyon vastag páncélja van annak a lónak. Azt hittem, hogy a Tree Sentinelre keveset sebeztem. No, erre sebzek keveset. Szóval annak érdekében, hogy átkeljek a hídon, ezzel az állattal meg kell küzdenem.
Ez a fegyverrel mennyivel sebzek nagyobbat? Irány egyenesen előre. Ash of War Determination. Oké. Okay. Hey, barátom! Ez nem ő! Ez csak egy sima lovas! Meglepődtem, hogy mennyit sebeztem rá! Hát ez így easy. Hova tűnt a big boy? Még felkészültem a legrosszabbra. Erre elszublimált az ellen. Ó, boy! Hát az meg ott! Mi az a csodálatos dolog, ami itt közeledik ebből az irányból? Sziasztok, barátaim! Mizu! Az mondjuk ellakja, amikor a hátadból kiáll egy ilyen cucc. Megjött egy lovas barát. Ez miért stunol? Ez miért stunol csak úgy, hogy előre rakja a fákját? Megvan a harcos is. Ez esküszöm az egyik legallakibb dolog a világon. Előre rak egy fákját és nem tudott felöklelni. Nem toporog. Egy. Jó, megvan a mágus. Király. Áó. Köcsök fákja. És csak tartja előre, mint egy autista. Aki riadózott? Nem riadóztat. Sára! Jaj, ne, ez van megint egy ilyen. És már tartja előre. Ő vajon... Ó, boy. Ezzel el lehet szórakozni. Nyéhé! És ennyi volt a kettő nagy. Jó van, most már ez itt fixen megállt. Az a kérdés, hogy ez... Aha, chest! Ho-ho! Na mire élik a chestben? Great Axe! Egy nagy bolta! Itt fent elvileg még volt egy-kettő. Hát te meg ki a fene vagy? De nehéz téged észrevenni. All sapling, sweet sapling, glorious gold. Ez your crystal teardrop ripened. Ha, imádkozik a fához. Ott van valami színes növény. What is that? Mi történik? Az úgy mi a geci? Az valami nagyon mérges növény. Annak most a közelébe így nem kell szerintem menni egy darabig, de okay, jól van. Várjál most, csak azért, mert equipmentnél ez bent van? Jep, csak ezért más volt a lódom. Oké, szóval ez így működik. A maximumon vannak a flaska számok. Ez tök jó, mert legalább nem fogysz ki út közben. Ez nagyon jól ki van találva. Hello! Már elnézést, de... Maga ön? Jézusom! Ott jön még egy ilyen kisebb sereg. Egy hármas, az 600. Úristen, mennyi pénz! Egy bosszért nem jár ennyi? Illetve itt láttam egy jó embert, aki itt mászkál jobbra-balra. Egy mágus. Glintstone Staff. Hol van itt? Tényleg csak egyetlen egy Grace-t akarok látni. Itt volt bent a fura növény. Ezt szerintem úgy lehetne megölni a legjobban, majd a legoptimálisabban, hogyha beszaladnék, egyszer megütném és kiszaladnék. Sőt, még ott vannak mellette ilyen kis izék is. Oké, csak... Ez most honnan jött? Miért pont most? Ez időnként így kieregeti a mérgét, meg a spóráit? Igazán örülnék neki, hogyha abba hagyná hamarosan. Futás! Jó, most mérgeskedik. Gyere, barátom! Üsd őket! Te vagy a legjobb! Hiszek benned! Meg is halt! No. Ilyet miért tud csinálni egy növény? Jaj, de ranger cuccok kellenének. Drasztikusan könnyebb lenne az életem. Ha lenne ranger itemem. Jó, ő is ekkot. Már csak a nagy növény van. Jó, ő nem halhatatlan. Igenis lehet őt sebezni, erre rájöttem most. De darabig el fog tartani. Ranger cuccok nélkül. Saját magára sebez ilyenkor? Ezek szerint nem. Igazából azt meg lehet ölni nagyon könnyen, csak legyen hozzá türelmed. Wow.
Jaj, és még most jött egy pici is. Ha ezt sebezné őt is, ez akkor lenne fair. Elpjön a méreg. Erőnk, hagyd abba a méreg szórást. Ez vagy valami nagyon jó dolgot fog dropolni, vagy valamit őriz, ami jó cucc. Csak úgy a véletlenből nem hiszem, hogy itt lenne egy ennyire szívós ellenség, amit ekkora szívás megölni. Szívós és szívás megölni. Wow! Egy golden rune, illetve ott fent is van valami. Valamit hallottam. Ah! Jól van, tehát itt voltak még barátok. Hopp! Áj, nem lesz jó. Ó, ennek itt van egy lefele út. Majdnem nem vettem észre. Nem tudom micsoda, de oda bent van valaki. Nincs egy Grace itt a közelben? Ennek a hangját hallottam én. Az a baj, hogyha most oda lemegyek és meghalok, respawnol itt ez a szemétláda, amelyik őrizte a járatot. Mert ugye ez nem boss volt. Kajak, így kell ide felmászni? Really? Miért? Miért működik ilyen szerencsétlenül torrent? Miért? Itt maradok. Loot! Trina's Lily. 4 darab? Ez biztos jó dolog. És csak az a kérdés, hogy itt hol a fenébe találok egy reset pontot. Mert itt már jó ideje nem találtam egyetlen egy Grace-t sem. Ez nagyon fura, hogy itt ennyire kevés Grace van. Akárhogy is nézem én ide, a közelben raktam volna egyet. Aliho! Somber Smithing Stone. Ott egy Grace! Végre! Viszont most még nem akarok resetelni, mert annyi ellenfelet megöltem. Te csak az a 6000 rúna a probléma, ami van nálam. Itt fel lehet ugrani. Áh! Hello? Wow! Hello? Azt a rohadt életbe? Te mi vagy, barátom? Erről hallottam legendákat, hogy ez nagyon unlucky ellenség. Az a hangja volt az, ami eddig eljött? Az úgy honnan született oda? Nem jössz erre? No. Nagyon rossz ötlet. És a Grace-em ott van mellette pont. Miért kell ott lennie pont egy macinak? És ez nem is rendes boss, az a poén, az vissza fog spanolni, ha resetelek. Az ászlós a probléma, ő szokott trombitálni. Azzal kezdem, hogy feldugom a fegyveremet, hogy ne tudjon alertelni. Adjál nekem töltést! Köszönöm szépen, így van most 4 töltetem. Gyere egy magad! Ne sniperezzél onnan fentről, he! Jó, megvan? No, nem lősz! És hőkövetős! Az a mágus rohadt irritáló! Gyere ide! Rohadjál meg! Royal House Call! Basszus, ti mennyien vagytok itt? Igazából ezek csak sok kicsi. Amúgy időközben rájöttem, hogy az a jelzés bal oldalt, ha látjátok, az arra vonatkozik, hogy le tudom idézni a haveromat. Mert nem mindenhol lehet őt leidézni. Ha, de hogy itt csak egyetlen egy helyen van Grace. A maci vajon merre van? Nem jön a maci? Már nagyon resetelni akarok. Igen, most sem érdekel, ha minden visszaszpanol. Csak hadd reseteljek, léci. 6400. Jó, már így már csak 1000 van nálam. Most már akár megpróbálhatok azzal a macival is megküzdeni. Vagy most hova tűnt? Így szituáció függően be tudsz spanolni? Attól függően, hogy mennyien ellenfelet ölök meg? Vagy egyszerűen csak ott el kell mennem és akkor spanol rám? De nevérekkel nem barátkozok. Én arra a bossra vagyok kíváncsi, ami lent van. Merre volt a lejárata? Azon ülnek? Jebb, hogy ne ülnének pont azon. Csak elszaladok mellettük. Szóval, mi lakozik ide lent? Wow! Merünk, barát! Őj! Wow! Áó! Ez megfejelhet! Áó! Kétszer is megfejelhet! Miért a fejét?
Megvagy! A tökfej! Legyőztem a tökfejet, Pumpkinhead. Ó, mi volt ez a fény? Mi ez a sok fényeffekt? Ó, itt megnyílt egy Ó, hogy ezért nem volt ennyire Grace a közelben, mert a boss fight után spanol ide! Ó, és értem mennyit kaptam, mert ez elég könnyű volt. 1600-at, vagy... még annyit se. Ez nagyon gyenguszka volt.